Még látszanak a helyszínelés nyomai annak a sátorolja újhelyi gyalogátkelőnek a közelében, melyen közlekedési baleset történt hétfőn délután szürkületkor. Egy a vasútállomásról hazafelé tartó 74 éves férfit fékezés nélkül ütött el egy kis teherautó a zebrán. December 1-én Sátoraljaújhely, Pataki út és Vasorút kereszteződésénél lévő kijelölt gyalogátkelő helyen a MÁV állomásról közlekedett egy 74 éves sátoraljaújhelyi lakos, aki a gyalogátkelő helyen szeretett volna áthaladni. Közlekedése során Sárospatak irányából egy Iveco típusú kis teherautó érkezett, aki nem biztosított továbbhaladási elsőbséget, elütötte. A helyszínen a bácsi súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítást követően életét vesztette. A baleset körülményeit a Borsod-Abaúj Zemplén megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya szakértők bevonásával vizsgálja. A halálos kimenetelű baleset helyszínén másnap anyagi káros baleset történt. Információk szerint az idős úr egyik hozzátartozója a szerencsétlenség helyszínét tekintette meg, miközben a számára elsőbséget adó járműbe egy másik belerohant. A kijelölt gyalogátkelő hely előtt megálló személygépkocsi, aki az elsőbséget akart biztosítani a gyalogátkelő helyen áthaladni szándékozó személynek, megállt, és a mögötte közlekedő volán autóbusz a követési távolságban nem tartása miatt hátulról nekiütközött. Szerencsére ebben az esetben személysérülés nem történt. A rendőrség ismételten felhívja a gépjármű vezetők figyelmét, hogy a megváltozott látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek. A korai szürkületben nehezebben vehetőek észre a gyalogosok, de az is fontos, hogy a szélvédő mosó minden esetben üzemképes és feltöltött állapotban legyen, mert a változó időjárási körülmények között az autó első ablaka könnyen elkoszolódik, átláthatatlanná válik. Valószínűleg ez okozta a Sátoraljaújhelyi tragédiát is.